Tombol a vakáció, a szünidő alatt sokan pattannak két kerékre és indulnak el akár hosszabb utakra is autóval. Fontos, hogy a közlekedésben a szülők példamutatóak legyenek, használják a gyerekülést és a biztonsági övet, de utcán, játszótereken, táborokban, a strandokon is biztonságban legyenek a gyerekek. A legkisebbeket soha ne hagyják felügyelet nélkül a szülők, a nagyobbakat pedig mindig el kell látni jó tanáccsal, hogy elkerülhessék a bajt. Beszélgessenek el a kisgyermekkel, mire figyeljen, minden esetben tudják a szülők, hogy hol van a gyerek, hol tartózkodik, kivel van, és legyen elérhető, ugye a legtöbbeknek már van mobiltelefonja, legyen mindig elérhető, ő is tudja fölhívni akár a szülőket, akár a nagyszülőket, és a gyereket is érjék el, és az is hasznos, hogyha a gyermek ismeri a 112-es segélyhívószámot, ilyenkor tud leggyorsabban érkezni szükség esetén a segítség. Fontos, ha autóval útnak indul a család, a kisgyerekeket soha ne hagyják felügyelet nélkül az autóban még rövid időre sem. Nem elég lehúzni az autó ablakát, a nagy forróságban a kicsik hőgutát kaphatnak. Mondják el, hogy a játszótereken is óvják magukat a napsugárzástól, igyanak sok folyadékot. Ne a tévé és a számítógép előtt nyaraljunk. A rendőrség felhívja a szülők figyelmét arra, hogy az internet tartalmát szűrjék és korlátozzák a gyerekek számára veszélyt jelentő oldalakhoz való hozzáférést.